Még egy hónapig lehet ajánlani kedvenc doktorunkat a Nemzetházi Orvosa díjra. A hazai és határon túli házi orvosok és nővérek presztízsét, megbecsülését erősítő pályázatban a paciensek tehetnek javaslatot. A szervezők tapasztalatai szerint az emberek azt a házi orvost szeretik, abban bíznak, aki, ha kell, az éjszaka közepén is bármikor fel kell, megadja betegeinek a mobiltelefonszámát és szociálisan érzékeny. A projektben ilyen doktorokat keresnek, és szeptember 14-éig várják az ajánlást és a hozzájuk tartozó történeteket. Ezek nagyon szép, nagyon megható és nagyon emberi történetek arról, hogy a beteg miért szereti az ő orvosát. Mert remek diagnoszta, mert remek terapeuta, mert szociális érzékenysége van, mert éjjel-nappal rendelkezésre áll, mert tovább képezi magát, és hát fantasztikus életmentő történetek is olvashatók. Én tulajdonképpen arra bíztatnék mindenkit, hogy ne valamiféle stílusbravúra, meg irodalmi alkotásokra gondoljon, hiszen nem azt pontozza, és nem azt értékeli a zsűri, hanem hogyha valaki szereti a házi orvosát, és úgy ítéli meg, hogy tényleg a hivatásának él, és tényleg szolgálat az, amit csinál, és tényleg nagyon sok plusz hozzátesz az ő szakmai tudásához, akkor nosza rajta, ragadjon tollat, vagy üljön le a számítógép elé, és írjon egy szép történetet. Egyébként szeptember 14-éig várjuk ezeket a történeteket, tehát még a nagykanizsai hallgatóknak is van idejük bőven azokat a házi orvosokat benevezni, akiket erre méltónak találnak.